Panni biciklivel szokott iskolába járni, de télen autóval jön érte az édesanyja. Ezen a napon is így történt. Ahogy az iskola mellett elhaladtak, meglátták Zolit, amint a járdán bicege. Nézd, anya, ott megy Zoli a járdán. Eltörte a lábát, azért csántít? Nem, baleset érte. Csak akkor lehet majd megoperálni, ha már nem nő tovább. Nem lehet könnyű neki. Na, megérkeztünk, kicsim. És tudod, mama, senki sem akar vele barátkozni. Gyakran szomorú ezért. Pedig kedves fiúnak látszik. Igen, de a fiúk nem akarnak vele játszani. Mindig ráfogják, hogy ő miatta vesztenek a versenyben. Talán tehetnénk érte valamit. Zoli csak néhány hónapja járt ebbe az iskolába. Panni látta, hogy Zolit nem akarják befogadni az osztálytársai. Szeretett volna segíteni neki, de félt, hogy kicsúfolják, hogy szerelmes Zoliba. Sokszor imádkozott érte, de úgy tűnt, semmi sem változik. Zoli szomorú volt, és nem akadt barátja. Lefekvés előtt anya bement Panni szobájába. Mesélek egy kicsit lefekvés előtt, Pannikám. Jaj, de jó! Zákeus, az adószedők főnöke, látni szerette volna Jézust. De mivel kicsi volt, nem látott a tömegtől. Előre szaladt és fölmászott egy fügefára. Amikor odaért Jézus, fölnézett és ezt mondta. Zákeus, gyere le onnan gyorsan, mert ma nálad kell vacsoráznom. És Zákeus lemászott, és örömmel fogadta őt a házában. Szeretem ezt a történetet. Tudod, Zoli jutott eszembe róla. Igen, miért? Zákeust is utálták, mert vámszedő volt. Nagy szüksége volt barátra, szeretetre. Bizonyára szenvedett ő is. Igen, és Jézus tudta, mi Zákeus vágya. Akkor biztos ismeri Zoli vágyát is. Ezért közeledett Jézus Zákeushoz. Hívta őt. Zákeus, gyere, a vendéged leszek. De hát, én gyakran imádkozom Zoliért, és Jézus mégsem tett érte semmit. Még mindig nincs egy barátja sem. Panni, befogadtad-e már Jézust a szívedbe? Igen. Akkor, ha te is úgy akarod, rajtad keresztül Jézus segíthet másokon. Á, erre sohasem gondoltam. Mi is cselekedhetünk úgy, mint Jézus, és meghívhatjuk Zolit. Jó lenne, de... Mi az a de? Kicsúfolnak a többiek. Azt mondják majd, hogy szerelmes vagyok belé. Ezzel most ne törődj. Ha ettől félsz, nem tehetsz semmit. Egyébként nem is kell tudniuk, hogy meghívjuk Zolit. Akkor jó! Késő van már, imádkozzunk még. Uram, szeretnénk adni egy kicsit a te szeretetedből Zolinak. Hadd töltsünk vele egy napot az állatkertben. Amen. Isten meghallgatja az imánkat, és a megfelelő pillanatban válaszol. Így aztán nem meglepő, hogy másnap gyönyörű időben Zoli, Panni és a mamája együtt sétálnak az állatkertben. Nézd, Panni, olyan szép ez a madár! Csoda szép! De gyere, ott van az a rigó, amelyik tud beszélni. Csodaszép délután volt ez Zoli számára. Panni most látta őt először boldognak. Aztán végül jót falatoztak az állatkerti büfében. Ezután Panni és Zoli jópajtások lettek. Mindig mosolyogtak. A mosoly átragadt a többiekre is, és ezentúl Zolival is játszottak a szünetben. Látod, Panni, megérte megtenni az első lépést. És Jézus segítségével sikerült is. Nem mindig könnyű megtenni az első lépést, de Jézus szeretetével képesek lehetünk rá.